Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt, Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommal mind a népeket. Köszöntelek, nyilván én, én jól ismerlek téged, de kérlek szépen, hogy a televíziót, néző kedvéért mutatkozzá be pár szót magadról röviden a te missziós tevékenységet, hiszen apostoli küldetésről hallottunk így az evangéliumi szakaszban, tehát ez nem csak a papságra vonatkozik, hanem minden egyes megkeresztelt emberre kihez is van szerencsénk. Um... Én pedagógus vagyok itt a Ronolder János Római Katolikus Általános Iskola és Ovoda intézményében. Ö, hát innen ismerhetnek ezt a legtöbben gyakorlatilag, meg hát a templomból is. Ö, én, én, elkerültem Keszthelyről, én ide jártam még általános iskolába, még a Szendrei ö, Júli általános iskolába, és aztán zenei pályára készültem, elég korán kiderült, hogy én zenével szeretnék foglalkozni, és elkerültem a Veszprémi konzervatóriumba, akkor én még fuvolistaként kezdtem a tanulmányaimat. És hát, hát kacifántos úton egyre elméleti irányba sodort az élet, a Jóisten irányítása szüleimen keresztül vezette az utamat, és hát végül is szolfézs, aztán zenetudomány szakra kerültem el a zeneakadémiára, és hát akkor is köztudott volt már, hogy aki a zenetudomány szakot elkezdi, azt érdemes úgy végigcsinálni, hogy akkor már doktori képzést is elvégzi, és hát ennek a hosszú-hosszú útnak a az egyik fontos állomása volt most, hogy, hogy doktorá fogadott a Zeneakadémia. Nemrég voltunk az iskolában is, ilyen új technikai berendezések vannak, nagyon magas színvonalú, hogy ezeket te használod, vagy hogyan tudod a gyermekeket motiválni, mert visszagondolva a gyermekkoromra, hát nekünk is kiváló zátonárunk volt, a Petes család itróban nagyon-nagyon híresek, Lajos és Csaba egyaránt, és emlékszem, hogy felmérő dolgozatokat kellett írni elmélet, zenéből, és a zeneművészek, meg előadók, zeneszerzők neveiből, és ezek végül is megmaradtak. Te hogyan éred el a sikert a gyermekekkel? Hát, amikor én kezdő tanár voltam, akkor én a Vajda János Gimnáziumban tanítottam egyedül, most is tanítok ott is egyébként. És akkor nagyon lelkes voltam ilyen szempontból, hogy komolyan vettem. Hát ugye akkor még én is végeztem a tanulmányaimat, és hát olyan dolgozatokat irattam velük, hogy hát a, már a szülőktől jött vissza, hogy hát azért, azért énekből már ne ennyit tanulni. Tehát a gyerek már ne, hogy már az éneket tanulja otthon. Kell, Mert hát kell. Ugye, kell, igen, igen. Csak hát ugye azért egy más, más, a fontossága, egy, főleg egy általános gimnáziumban itt, ebben az iskolában, nagyon fontos. Viszont már tanultam a, a hibáimból, illetve hát az eddigi tapasztalatokból. És igen, nagyon-nagyon sokat gyakorlunk például szolmizálást, szólfést, gregorián éneklést, gregorián vezénylésre, tehát, hogy azt megszokják, hogy hogy ott a dallamokat mutatok, és nem azt, amit a, a klasszikus vezénylésnél. Ö, és akkor ezekből jól felkészülten egy-egy írásbeli feleletet szoktam ö, ö, eszközölni, illetve ö, az éneklésre nagyon szívesen adok jegyeket, amikor nem, egyedül nem szoktam énekeltetni, annak nagyon örülnek, mikor bejelent, hogy egyedül nem kell énekelni, és éppen ezért szeretnek egyedül énekelni. Sokszor jönnek maguktól, és egyedül szeretnék kettesével, hármasával, és, ö, és az, hogy, hogy nem, ö, nem veszem Annyira szigorúan ezeket a dolgokat nem, hoz, nem teremtek olyan helyzetet, hogy megszégyenüljön kinevessék egymást, arra nagyon vigyázok. Te mennyire vagy szigorú, hogy te profizmus az elvárt, vagy, vagy megtűröd, a, vagy, vagy a, most ez mik a feltételei, hogy a szkolának tagjai lehessenek a gyermekek? Én örülök, hogyha jönnek, és bizony van olyan, nem sok, de van olyan, aki, aki inkább lelkes, mint mint tiszta hangú, és őket, őket nagyon jó hangú, stabil hallású gyerekek közé szoktam állítani, és ezzel őt is segítem, és talán éneklés közben tud ugye, azonosulni a hangja a többiekkel. Tehát őket inkább egy ilyen segítő fel, felkaroljuk, és a többiek is felkarolják, hogy, hogy akkor jobban. És, és, nagyon szépen fejlődnek ezek a gyerekek. Tehát az biztos, hogy senkit nem tanácsoltam el, és nem is fogok a, a szkolából, mert, mert a lényeg a lelkesedés, és a többi majd alakul szépen. Tartunk hangképzéses kórus próbákat is, és ezek mindig hasznosak. Beszéljünk egy kicsit, a, most a Minden Szentek ünnepkörében vagyunk, és ez egy olyan időszak, amely minden embert érint, hiszen mindenkinek van hozzá hozzátartozója. Függetlenül attól, hogy most keresztény, nem keresztény, vallásos, nem vallásos, de mindenki elmúlik, átköltözik az öröki valóságba, hogy ti a családban hogy élitek meg ezt a megdicsült egyháznak az ünneplését, minden szentek van, hogy itt helyben vagy, vagy a rokonságotok, így, így hogyan illitek át a minden szentek ünnepét? Mi, mi nagyon uh szeretjük ö, együtt megünnepelni, ö, ö, együtt emlékezni a szeretteinkre a családdal, ilyenkor testvéremék is ö, hazajönnek, és együtt elmegyünk a temetőkbe. Ö, a férjem ö, édesapjához is, a mi elhunytainkhoz is, édesapám, ö, nagymamám, nagypapám ö, sírjához, közös sírhoz is el szoktunk látogatni a templomba, a Szent Miklós tem, ö, temetőbe ö, minden alkalommal, és utána ö, megyünk együtt a, a Szent. Mis úgyhogy ez nekünk mindig egy egy nagyon fontos ünnep és mindig együtt szoktuk Ünnep. Igen. A gyermekek életében mennyire játszik szerepet ez az ünnep, vagy hogyan kezelik minden szem? Hát ők belenőttek ebbe, mert mi tényleg uh, ugyanígy uh, egy ilyen meghitt csendes ünnep nálunk, és uh, ilyenkor, amikor uh, véget ér a nap, akkor én mindig uh, ilyenkor gyertyát gyújtok otthon, és uh, nagyon szeretek ilyenkor más fényeket nem felkapcsolni, és a gyerekek ezt látják, és szeretik, és, és akkor. Mekkorák a gyerekek, bocsánat. Tessék. Mekkorák a gyerekek. A legnagyobb a Léda, ő, ő hat és fél éves oh, yeah. lesz, négy, négy és fél az Olivér, és a legkisebb pedig másfél éves a Félix. Oh. Úgyhogy ők ebbe belenőnek, ők, ők nagyon szeretnek közösen imádkozni, ők sok imát is ismernek, és szeretnek, hát nagyon szeretik a gyertyákat ők meggyújtani, ez, ez mindig ilyenkor egy nagyon nagy öröm, meg elfújni, <laughs> igen. Igen, úgyhogy, úgyhogy ők ebbe belenőnek, mi nagyon szeretjük ezeket az ünnepeket megtartani, megélni. Jódásokkal van-e kapcsolatod, így a kiskastő jódásokkal? Van, igen, most például a, volt egy koncertünk a a a, a, a koncertek sorozatban, és hát akkor, akkor én is, bár ugye a Hardigábor elvállalta nagyon szívesen a, a gitározás, de a próbákra, én a kis ukulelémmel bejártam a, a, a kis kiskastélyoviba, és akkor a, a gyerekekkel próbáltunk. Hát az egy nagy élmény volt, azt megélni, hogy hogy volt ö, 10 valahány nagy csoportos, nagy és középcsoportos gyermek, és hát folyamatosan szivárogtak ki a kápolnába a csoportokból, mert megtetszett nekik a, a zene, és akkor csatlakoztak hozzá, és a végén, amire fellépés elkövetkezett, addigra három, négy, öt gyermekkel több volt, mint ahányan eredetileg jelentkeztek, mert, mert tehát a próbák alatt nagyon megtetszett nekik ez, a, ez az éneklősdi. Hogyan tudod ezt te tanárként még jobban elmélyíteni a gyermekek szívében, hogy, hogy amikor ők akár a hétvégén, amikor pihenhetnének, hogy bevállalnak mondjuk egy-két misén való, hát ha fellépés mondja, az, az nekik elő kell adni egy-két tételt, hogy ezt nem jelent nekik nehézséget? Nem, nem jelent, és ez, ez ennek nagyon örülök, hogy, a szülők is, mert ugye elsősorban a szülő az, aki ilyenkor igent vagy nemet mond, mert van-e program hétvégén is, és, és hogyha nincs, akkor viszont nagyon szívesen, és mindig nem csak elengedik a gyereket, hanem jönnek, segítenek, és a gyerekek pedig nagyon lelkesek, soha nem mondják azt, hogy most nincs kedvem, vagy vagy hogyha másik programja van, akkor volt, hogy ezt választotta inkább. Szóval ezek, ezek nagyon jó leső dolgok, hogy, hogy így sikerül őket lelkesíteni, meg maga a szolgálat is tetszik nekik. Veni, vidi, vici.